te gyönyörű! Hát ez... Azt a mindeni, csak benne vagy az árnyékban. Az igen, gratulálok, Komám! Ez jó lesz, ez jó lesz! Az előre! Ez nem 2 kilós, Komám, ez nem 2 kilós. Jó. Hát a Dunai, tudod, az csalafinta, mert... Szeg. Elég nap. Na, erről a csajról tegnap elmondtam a véleményemet. Hogy, hát ugye ez egy sikeres fazonnak tulajdonképpen az új változata. Egy nagy gyártónak a fazonjára lett gyártva, ezt fény felé tartom, végig van öltözve. A másik gyártónak csak sajnos egy ilyen picike, egy ilyen 5 mm-es behajlás van két oldalt, és letörik. És ráadásul még az anyaga se lett olyan, mint volt, és kemény, télen, mikor lehűl a víz, és itt a hátuljával a kőhöz, az nagyon bólogatsz, tehát gondolom már tapasztalat volt, és itt a hátulja kitörik. Nekem ez kész volt, nem voltunk a Tiszán, és a barátaimnak odalettők följöttek át, és mondták, hogy miért ez volt. Ami a másik meg az, hogy ennek az alja vastagabb, és ezáltal, mikor húzzuk a vízbe, jobban vered. Sokan ott követik el a nagy hibát, hogy, mert ez vertikálisnak és pergetni is nagyon jó, hogy fölrakják a nagyot, a nagy súlyot. Tavakon, meg a parcili deresdél dobálva 10 gram. Nagyon könnyű. Ezt simán tudod húzni, ugyanúgy volbernak. Ha nagy, akkor geregézzel vele. Akkor ez a gyorsság. Fölrakják a 50 grammost, húzzák, és olyan szépen a fenéken végighúzzák, és ez mind házba akad, mint testbe, ez szabálytalan. Most mélyen víznél persze jó az 50 gram, pedig a napszalában igen. Ott viszont az kell. De azt kétféleképpen is, meg a nagyobbos. Én most a tavakra mondom ezt, hogy a 10 grammosabb, gyönyörű, szépen húzható, folyamatosan húzható fenék fölött, és eléggé fogós. Nekem a fehérek, nem tudom miért a balinot szeretik. A fehérre csak balint fogtam, videón is volt nagyos, 70-valahány centis balint, gyönyörű szépen. A harcsának, ez is szét van rágva, ebbe fogtam mind a hármat, ami a filmben szerepel. Ez egy 20 grammos, ez az RSD-n húzgálom. Ez a maximum az RSD-n, amit húzgálok, 20 grammos pergetés szempontjából. És ne felejtsük el, hogy ezen a horgok gyárnak már olyan horgokkal is karikával van szerelve, amit nem kell cserélni. Igen. Tehát igen. Ugye nagyon sok nagy gyártónak azzal kell kezdeni, hogy egyből ledobjuk a horgot, a karikát, mert különben avval gondok lesznek. Ennél nem kell, tehát ez előzetek is már egy brutálisan erős horoggal van szerelve. Ennek nincs ellenfele. Ó, figyelj! Passz meg! Bever a kamerába a nap, alig látok rendesen. Úgy, de gyönyörű. Harcsa. Ez a szín, na ezen a színen nagyon jól lehet látni, hogy végig gondoltozva. Ez nem fog kiszakadni. Ezt gyönyörűen lehet látni, nekem ez a szín. A nagyobbakra létezik 50-70, 140, 100. Ezeket a sodrástól függ. Tehát amikor a Duna nagy áradás van, te 50-est húzni kell, mert el fogja vinni. Vertikális csalinak is nagyon jó, amikor emelünk. Ezt kint nagyon szeretjük, nagyon fogos olaszban. A 50 grammosokat háromféleképpen lehet vertikezni, vagyis arra használni ezt. Ugyanúgy lehet pergetésre, csónak alatt vertik, de ha kisebbet teszel föl, és a csónak lassabban csorog, a sodrás elviszi, tehát azt fogod tudni, hogy elúszik, fölhúzod. Elúszik, nem így emelgetsz, hanem ezt a technikát fogod tudni csinálni, hogy mikor így leengeded a csónaknál, akkor a sodrás előbb el fogja vinni. És magyarul innen fogod, vagy elviszi oda, onnan húzod ide, és ide fogod leengedni. Tehát magyarul egy ilyen fűrészeles mozgást végzel, nagyon nyerő szokott lenni. Ez nagyon, ez 25. Ez 25.
Ez több mint 25. Még... Új, vigyázzad mennyire. Nem akarom erőltetni, mert látod, zsivány még. Akadt neki, látom, mind a két horog benne gyönyörű. Van. Csak nem tudok innen kamerázni. Jó. Meghozd már. Basszik! Beakadt a kamera a zsinórba! Jó, kiakadt, oké. Okay. Csak beakadtam közben a kamerába. Fúj, de gyönyörű! Azt a mindenit, csak benne vagy az árnyékon, nem lát. Az igen, gratulálok, Komám! Ez a Dunai. Fúj, de gyönyörű! Márvány minta. Azt a mindenit. Hát ez figyelj, ez 25 legalább. Az igen. Vigyázz a horog, nehogy beléd akadjon. Új, de szép. Azt a mindenit. Gyönyörű. Gyönyörű, csináljunk gyorsáról a fotót. Nagyon szép. A devilekről még annyit elmondanék, 5 színbe kapható, a kicsi az 10 grammos, tehát ez nagyon jó, tehát a kis vízbe is húzható, víz közt gyönyörűen jár. Már mondtam, hogy végig van, lehet látni, végig van drótozva, 10 grammtól megy 140 grammig. A kicsi az 5 cent is, az van 10 grammosba, 15 grammosba. Utána jönnek a 20 grammos, azt kihagytuk. Ezek a 20 grammosak. Utána jönnek a nagyobbak, ez van 50-70-ben, és a nagy van 100-140 grammosban, ezt vertikálisnak emelgetni is, és mintha pergetni, ugyanúgy lehet használni. A tavakon én azt mondom, hogy ezeket a kicsiket kell használni, a 10 grammosokat, lassan merül, és nagyon jó billegő, én nagyon szeretem ezeket a kicsiket, én ezekkel fogdosom a süllőt, a fekete sügér is nagyon szereti. Sajnos, ja itt van, nekem a természetes szín, ez nekem egy favorit. Tehát a fekete sügérek ezt nagyon szereti. Bizony szép, sokat fogtál ebben a szezonban. Igen. Fekete sügérekben szép nagyokat is, meg sokat, nagyon sokat. Sokat. És 52 centis is fogtam. És mondom, az, hát lehet látni itt a nyomokat már rajta szegény megrágják. Ezek a süllő, a Tiger Higer, ezek a süllős inkább. De ez van fehér, piros fejűbe is. Ezeket mondanám el. És sokan megkérdeztitek privátban tőlem. Ezzel pergetni is lehet, tehát de a kicsiket mondom arra, vertikára meg ezeket a nagyokat. Tehát a barátaim ezzel a tiszát ütik a 100 grammosokkal, a gyorsodása miatt, és nagyon szépen eredményesen használják. Hát meg te is fogtál most gyönyörű harcsát vele. Igen, hát itt van nekem a szép harcsám is. Én már több harcsát fogtam ezzel, tehát igazából nekem nagyon eredményes. A kicsike a süllőket aprítom. Jöttünk a Nagy-Dunára, egy kis pergetésre, harcsa pergetésre. Monster Cat Devil műcsalikkal pergetünk. Ez tulajdonképpen vertikális széria, vertikálisan is lehet használni, emelgetve, illetve lehet dobva, behúzva is. Most itt ezt alkalmazzuk, sodrás irányba bedobjuk, letesszük a fenékre, elemeljük, és szépen érezzük, hogy veret, iszonyú jó veretése van ezeknek a devileknek. Gyönyörűen dolgozik a víz alatt, reméljük a harcsáknak is tetszeni fog. Bedobjuk, megvárom, míg leír az aljára. Picit ráemelünk. Érzem, hogy már elkezd veretni. Ilyen bot végén is érezni végig a veretést. Meg kell próbálni minél lassabb tempóba, egész fenék közelbe próbálom elhúzni. Szépen dolgozik, néha megállítom, érzem akkor is, hogy veret a víz alatt szinte. Kicsit megemeljük, lehet néha beemelgetni, egy picit fölemelem a talajról. Nagyon szépen dolgozik a műcsali.
van több színű, most egy fehéret raktam fel. Ennél próbálkozunk majd nehezebbel is, de szerintem ez a nem kell ide túl nagy súly, nincs olyan nagyon erős sodrás. Szépen dolgozik ebbe is. Ez a súly is. Leért az aljára. És kezdődik a játék. Néha szép süllőket is fogunk vele. Igazán ezt a Devil szériát minden szereti. Fekete sügér, süllő, csuka, minden jött már rá. A harcsák különösen, főleg a nagyobb méreteket vertikálisan. Fogtam vele múlt héten egy nagyon szép harcsát. Hát meglátjuk majd, jelentkezünk, ha lesz kapás. Ezt indítjuk a kamerát. Hirtelen jött az, úgy rávert olyat, hogy úgy szinte megijedtem. De hát a sodrásból most már azért nehéz hozni, mert itt sodrással szembe kell húzni. Veszem a kesztyümet közben. Hát ilyen, nem is tudom mekkora ez. 5-6 kiló. Fene tudja. Ebben a súlyakkal mindig problémám van, sose találom, hogy mekkora. 6-7. Azért van egy 3-4 kilométeres sodrás a víznek. De már itt van. Persze megvan. Megvan a halacskánk. Hát ekkora. Fogtunk már nagyobbat is, de szép kis dunai. De jó akadt a csali. Mind a kettő horog bevágott neki. Nagyon jó horgokkal van szerelve. Klassz. Na, csinálunk gyors egy fotót. Újult erővel dobálunk. Most kivételes, mi általában visszaengedjük a harcsákat. Most a család kiadta, hogy hát fogni kéne harcsát, úgyhogy ezt az előbbit, ez igazi pecsenye harcsa, ezt most elraktuk. De hát ebből sok van a Dunában, úgyhogy nincs ezzel baj, szerintem. Az lenne jó, egyszer ilyenkor jönne a kapás, mikor húzza, az ember megy a kamera is ilyenkor, de hát azért sokszor sokat kell dobni egy-egy harcsáért. De itt láttam elő fordulást is, úgyhogy ez egy ígéretes hely. Parttól vagyunk egy ilyen 40-50 méterre. Szépen dolgozik a csali. Előbb volt egy ütésem, de szerintem az lehet süllő volt, de nem lett meg. Ez jobb lesz, mint az előző szerintem.
méretű ez se sajnos. Itt van már egész közel. Nagyobb, mint az előző, bizony. Kezdjük. Hát ez egy jó perc, ha meg lesz a harcsa vacsora. Ugye a család kérte. Szép ez. Elment, első koppintásra azért szoktak menni. Most már jó lesz. Csak a sodrás, itt nehéz nagyon a sodrással, mert... Belekapaszkodik. Na, itt most csinálja a ribériót. Kicsit nagyobb, mint a másik. Szép, gyönyörű. Na, erről is csinálunk egy szép fotót. Gyönyörűen akadt ez is. Iszonyat horgok. Úgy ütik át a gereben fókat, ahogy kell. Bejöttünk egy ilyen kis övölbe. Nagyon tetszik, itt van egy kis visszaforgó rész. Megpróbálkozunk itt is. Szoktak lenni, főleg a csendesebb része. Itt egy ilyen kő szórás van előttünk, úgyhogy ennek az öblét próbálom megdobálni. Kutyogatnak lejjebb. Hát ez az öböl most nem adott semmit sajnos, pedig olyan szép kis csendes ötös víz van itt, most nem adott, ha van ilyen, úgyhogy menjünk tovább. Horgászat közben beugrottunk ide Mohácsra, itt van a Busó étterem, ahol olyan szenzációs ételek vannak, ami teljesen különleges még nekünk horgászoknak is, és ritkán jutunk ilyen falatokhoz, mint például ez az angolna pörkölt. Hát nézzétek meg ezeket a színeket, ezeket a, ezt a sűrűséget. Tegnap kecsegéből ettem ugyanezt, ma meg angolnával fogom enni, túrós csúszával, de van itt halászlé, természetesen harcsából, ponyból, szenzációs étterem ez a Busó étterem, úgyhogy horgászat közben nyugodtan ugorjatok ide el, pár kilométerre van csupán
a horgásztanyától, és hát itt ilyen szenzációs különlegességeket lehet tenni. Azért kecsenye pörkölt, angolna pörkölt, az nem mindennapi, főleg nem ebbe a minőségbe. Úgyhogy utána viszont át fogunk ide látogatni a szomszédba. Itt van mellettünk a Busó Múzeum, meg fogjuk azt is nézni, meg egy busó üzlet. Úgyhogy ne csak a halakról szóljon a horgászatról, hanem milyen gasztronómiai élvezetek vannak itt a környéken, illetve milyen látnivalók. Úgyhogy tartsatok velük. Én most megeszem ezt a finomságot először. Na hát megettük a szenzációs ebédet, hát ez az angolna pörkölt, ez valami fantasztikus volt, sőt még ezt a halászléből is muszáj volt ennem, ez is osztályon felüli. Úgyhogy amit ígértem nektek, akkor most megnézzük itt a szomszéd boltot, ez egy busó volt, illetve mellette van egy ilyen busó múzeum. A kötélyt aztán visszük el, az marad, gyertek, tartsatok velem, nézzük meg. Itt van rögtön pár méterre. Gyere, menjünk be. Na, itt aztán minden a nő busójárással kapcsolatos ajándéktárgyak, műtyűrök. Fú, tömkölege van a falakon, lógnak a maszkok. Nem semmi, van választék bőven. Itt van közben a busó boltnak a vezetője. Honnan ered ez a... Szia! Sziasztok! Prostán! Pintér Zsolt vagyok. Honnan ered ez a busó? Erről biztos, hogy jobban tudsz pár mondatot mondani, csak röviden, hogy februárban szokott lenni ez? Igen, maga a busójárás ez egy téltermetű tavaszvára ünnep, és a pandémia előtt busójárásokat tartottunk, közülbelül 100 000 ember látogatott el hozzánk. 2009 óta világörökség része, és 2012 óta pedig Hungarikó. Uh-huh. Majd sok szeretettel várom ebben a múzeumban. Én arra kérlek, hogy van egy ilyen vendégfalunk, ugye én azért nagyon nagy követőt vagyok, van az én barátaim, és szeretném, hogy aláírnál nekem még valami jó helyet, nézzünk neki. Természetesen jó. Nézzünk valami helyet neki, hova tegyük fel, hova írjuk. Ide jó lesz? Jó, persze. És most van 2021, szemüveg nélkül nem jól látok. Mi 0714. Van? 0714. Oké. Okay. Köszönöm. És figyelsz, elmondanád nekünk, hogy az életet harcsága mentett egy Mohács. Hát igen, Mohács. Most 4 napot forgattunk egy új filmet, kutyogatós, illetve pergetős filmet, és hát bizony az első nap rögtön beleakadtam szerintem életemnek a kutyogatott harcsájába. Fölmértem először az erejét, rosszul mértem fel az erejét, azt hittem pattanásig feszült már a bot, azt hittem, hogy ez a maximum, mint tud a harcsa, hát utána tudtam meg, hogy mi az, amit tud. Egy pillanat alatt rávert a zsinóra, megindult és fölrobbant szinte a zsinór, hatalmas durradó szakítás volt, soha nem szakított még meg harcsa, eddig erre büszke voltam, most ezt elvesztettem, itt megtéptek rendesen. Egyszerűen nem volt időm nyitni a féket, talán egy picit hamarabb kellett volna reagálni, és akkor most talán egy 50 pluszos harcsával büszkélkedhetnék a Nagy Dunából. Ez várat magára, de nem sokára vissza fogok térni, és szerintem fogunk még itt nagy harcsákat. Pár szép harcsát azért fogtunk itt a napokban, majd látjátok a filmben. Most viszont átmegyünk, megnézzük a Busó Múzeumot, ami rögtön itt van mellettünk. Én ezt akartam tőle kérdezni, hogy visszajössz hozzánk még, találkozunk ugyanról. Ez 1100%. Akkor sok szeretettel várunk a Busó földjén. Fogunk úgy jönni, még fantasztikus a Dunaszakasz. Család, mert az a legfontosabb. Nagyon sok a harcsa. A háttér. Rengeteg a harcsa, ezt megtapasztaltuk, azért jó pár darabot fogtunk itt a napokban, úgyhogy majd pozitívak az élmények, úgyhogy jövünk vissza mindenki. Menjünk, hát viszont nézzük meg akkor a Busó Múzeumot. Na itt vagyunk benne a múzeumot, gyertek, nézzetek körbe. Aztán mindenik mit vannak. Annyi kell erről tudni, gyertek, bemutatom egy pár szóval, jó? Mint ahogy mondtam, hogy a világörökség része a Mohácsi busójárás. Figyeljetek csak, hogy amit mondtam, hogy nem kell tőlük félni, mert hogyha felhajtod, gyertek közelebb, gyertek csak. Látod, ezek bábuk, olyan, ami a kezedben van, ezek bábuk. Hát nem kell tőle félni. Ezek felöltözött Mohácsi férfiak, meg nők. Az itt lakosok, amit mondtam nektek, is ebbe öltöznek be, és akkor
Elijesztek a teletekben tulajdonképpen? Igen, maga a busmagyarás, ez egy téltemetű tavasz már ünnep, most már termékenység varázslással összekötve, aha. És a hölgyek nagyon-nagyon szeretek hozzá kellátogatni. És a gyerekek még jobban szeretik. Mi van fönt? Hát nem tudom, ott megy, ott vannak, látod, megy a videó közben, ott tudjátok nézni. És nézzétek, micsoda, itt vagy nagy csónak, na itt egy csónak, ez már egy na, gyertek, ezt kipróbáljuk, ez, vág egy lanyát. Ez apának van ide készítve, ez a dunai átkelés, vasárnap fél egykor, ebben kezdődik a busójárás. Aha. A fiatal ember azt beültetjük majd, a fiatal embert beültetjük. Gyere, nézd meg, beülhet a csónak. Beül apa mellé. Apa beül ide mellé. Jó. Nézd ide, Dodó. Hát megjött ide, az a lényege, hogy most átkerülünk a Dunán. Figyelj csak, megfogjuk az evezőt, rálépünk a padára, hát megfogod, visszaszámol a másodperc, és együtt húzzuk az evezőt, meg kell gyújtani a lárnyát. Egyszerre húzzuk is a vátérre. Ne forduljon el a csónak. Látod, technikából evez az Mohácsi Horgász. Meg a budapesti is. Húzunk meg jót. És átjön, szépen a látéri. Ez a lényeg, látod, hogy együtt húzzuk, oda lesz. Most már sem tudjuk. És ott jön a bár. Jó. Hopp. Ez különben rekord. Különben nem is tovább másodperc volt. Szerintem mi annyira nem is. Ezt olyan nagyon-nagyon szeretném. Nem is akkora. Aha, tehát itt ki tudják ezt próbálni. Ez lényegében, ez erről szól, hogy ez tavaly novemberben lett így megcsinálva, előtte csak ez most a kicseremek voltak benne. Jó, hát itt még rengeteg minden van, de azért nem akarunk minden point lelőni, gyertek ide el a Busa Múzeumba, nézzétek meg, kössétek össze egy jó kajárással a horgászatot, és szerintem ez egy jó program akár a családnak is, hogyha avval érkeztek, hogy tartsatok velünk, gyertek ide, nézzétek meg. Na hát tegnap este kimentünk még egy gyors pecára házigazdánkkal. Géza bátyám pergetett egyet Monsterket Devillel. Hanyadik dobásra? Talán ötödik dobásra egyből megfogta ezt a szép harcsát. Én meg rövidesen kutyogatva fogtam még egy harcsát, úgyhogy jó kis záró peca volt. Úgyhogy ha kedvet kaptatok a filmben, gyertek le ide a Duna alsó szakaszára hozzánk egy harcsázó, pergetős túrára, lehet pergetni, kutyogatni. A részletek föl vannak a weboldalunkon, ott megtaláljátok, és ti is fogthattok szép harcsákat, meg ennél még sokkal nagyobbakat is. Úgyhogy sziasztok! Mind az első nap itt, ami volt, ugye? Akasztás. Oké, jó?